Sziasztok, én Kori vagyok. Sziasztok, én Dév vagyok, és ebben a videóban igazából a döntésünket szeretnénk veletek megosztani. Ugye nem olyan régen került fel egy videónk azzal kapcsolatban YouTube vs Twitch, hogy melyik is legyen. És igazából lenyűgöző volt azt végignézni, ahogy a YouTube a saját felületén veszít a Twitch ellen. Igen. Tehát ebben tökéletesen tükrözik az, hogy lényegében a Twitch vs YouTube most milyen helyzetben is van, hogy a YouTube mennyire lefelé íveli gaming szinten, meg így igazából minden szinten. Szóval ez teljes mértékben tükröződik erről, és az is tükröződik arról, hogy miért is volt az, hogy jó pár videós a Twitch mellett döntött gaming streamek területén. Minden kommentet elolvastunk, figyeltük a szavazást a legelejétől a végéig, ugye nyilván 40 perccel a feltöltés utántól néztük a kommenteket és a szavazatokat is. Hiszen ezért lett új szavazat kirakva. Igen, hiszen aki nem nézi végig a videót, annak igazából a szavazata mit sem ér ebben most a témában. Most is voltak biztos olyanok, de teljes mértékben. Szóval, ami nagyon fontos, azaz, hogy Twitchen lesznek a gaming live-ok innentől kezdve. Tehát, amit megszavazatok itt, Farming Simulator ugyanúgy, 1:1, ugyanabban a formában átmegy Twitchre. Amit megszoktatok itt, ARK ugyanúgy, abban a formában átmegy Twitchre, ugyanúgy ketten leszünk, ugyanazt a mentést folytatjuk tovább, minden ugyanaz marad. Igen. Csak annyi, hogy Twitchen egy sokkal kulturáltabb környezetben. Aki nem tudná esetleg a Twitch nevünket, az itt fönt láthatja, fölöttünk igazából. De a leírásban is ott lesz. Pontosan, minden leírás ott van a... minden link ott van a leírásban. Igen. És nagyon fontos, hogy amit Twitchen lelájvalunk, az összes live 2K60 FPS minőségben visszanézhető a KD Twitch archívumon, ami hasonlóan benne van a leírásban. Tehát nem itt lesz, mint most volt az elmúlt egy-két live, hanem a Twitch archívumon. Pontosan. Hogy itt mi lesz? Hiszen, hogyha itt nem, mivel nem live-olnánk tovább és semmi más nem csinálnánk, akkor így a csatorna így összeomlana. Tehát visszatér az többek örömére, többek bánatára, tök mindegy, de visszatér ide az a rendszer, ami volt, hogy vágott videótartalom. Egyesek örömére, hiszen nagyon sokan kérték azt, hogy térjen vissza az a jó öreg KD-s megvágott videótartalom, és ezt megértjük. Igen, és, hát már lassan másfél éve live-olunk. Pontosan minden szakadatlan. Nap, és nem nagyon volt videó. Igen, egyesek bánatára, hiszen valaki meg a live-ot szereti, de ő meg ne bánkodjon, amikor hát ott van a Twitch, igen, ott és Twitch. Ott meg megy tovább, tehát ez már most csak jobb. Igen, ez egy hasonlóan jó megoldás, mint amikor különvettük a kettő streamet, mint most, hogy itt videózunk, ott pedig live-olunk, és ez így... Így legalább lesz mind a kettő, nem ez, csak az az egy. Ez így jó szóval lesz. Igen, igazából tegnap vettük fel az első videót, hát nem is tudom, mikor vettünk fel utoljára a videót. Vettük fel a videót, és rendesen fura volt valóban, de viszont jó volt. És el is felejtettem ennek, hogy milyen íze van igazából, és jó, és tetszett, és szerintünk nektek is tetszeni fog, hogy ilyen 20 perces videókat itt jobban meg tudtok majd nézni, mint videó megosztó platformon. Twitchen pedig ott igazából megy majd a tartalom orba szájba, mindenki kényekedve szerint arra csatlakozik be, ami őt érdekli. Rengetegen mondtátok azt, hogy azért nem jöttök el Twitch-re, mert hogy nagyon furcsa, mert hogy sok opciót hiányoltatok, ami van, csak másképp van, mint YouTube-on, és ugye ez nem baj, hogy ezt valaki nem tudja, csak lemond arról, hogy keresse. És ezért én mindenféleképpen fogok csinálni ide YouTube-ra egy Twitch tutoriált. Nyilván nem attól az alapoktól, hogy kell beregisztrálni, mert aki azt nem tudja megcsinálni, az inkább ne jöjjön Twitch-re. Viszont vannak olyan dolgok, amik valóban YouTube-on tök jók, és Twitch-en is ott vannak, csak egyrészt rohadt nehéz megtalálni, másrészt pedig teljesen máshol kell keresni, és máshogy kell keresni, illetve Twitch-en is vannak nagyon jó dolgok, amik YouTube-on nincsenek, és rá kell jönni, hogy ez így van. És ezeket szeretném majd bemutatni ebben a videóban, hogy lényegében a Twitch-en hogyan lehet úgy igazán közlekedni, mert van tényleg olyan dolog, amit én hiányoltam a Twitch-ről, és nagyjából egy hónapja jöttem rá, pedig már ott vagyok 7 hónapja. Szóval ilyen van, ezzel nincsen baj. Ezért csinálok majd egy ilyet, hogy a lehető legkönnyebb legyen a váltásotok, ha szeretnétek. Viszont jelen esetben eléggé sok rétű lesz a dolog, ide videók, oda live-ok közösen, oda live-ok külön, szóval kell ide egy rendszer. Mindenféleképpen. Nagyon sokat agyaltunk ezen, hogy lenne jó. Igen. És végül arra gondoltunk, hogy fixen
Twitch-en live-ok, amiben fixen ketten vagyunk, és a YouTube-féle megszokott ARK, Farming Simulator, stb. Live-ok. Kedd, szerda, vasárnap, 4 órás kezdése. Twitch-en. Oké? Okay? Amit YouTube-on megszoktatok, az ott Twitch-en, kedden, szerdán és vasárnap fixen 4-kor kezdve. Ketten. Igen, nagyon fontos. Még egy fontos információ ezzel kapcsolatban, a változásjogát ezzel fenntartjuk, hiszen a vasárnap ez egy olyan dolog, hogy hétfő, például most vasárnap debreceni PlayIT, így most ez ugrani fog. Tehát néha közben jön hétvégén rendezvény, vagy mondjuk, hogyha kedden, szerdán, mit tudom én, Kodinak sürgősségivel kell elvinni a Chestert az állatorvoshoz, mert szétfosott mindent, vagy valami, akkor is lehetséges, hogy esetleg késünk, vagy nem lesz. Vagy csak az egyikünk. Esetben. Vagy akkor csak az egyikünk lesz nyilván, tehát hogy a dupla stream az elmarad. Viszont nagyon próbáljuk magunkat ehhez tartani. Fontos, hogy ezek a streamek ugye, mint mondtuk, visszanéztetek a KD Twitch archívumon, YouTube-on. Ezen kívül marad a hétből 4 nap. 4 nap, ami a hétfő, csütörtök, péntek, szombat. Hogyha megfigyeltek az embereket, akkor már eléggé régóta van egy olyan rendszer, hogy heti 5 napot dolgoznak, 2-t pihennek. Nagy rész ez így szokott lenni. Általában erre kineveztek 2 napot a hét végét, amikor pihenés van, és amikor nem dolgoznak. Nos, tisztán kell látni azt, hogy mi is nekünk ez munka, full-time streamerek vagyunk, jó most Kodi mellette suliba jár, mert azért illik egy érettségi. Tehát azon kívül full-time. Viszont azon kívül full-time, ja. Főként az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben figyeltem meg azt, hogy nem volt szünet nap kijelölve. Amikor csak tudtunk, és még azon felül is, stream, vagy itt, vagy ott, vagy ott, vagy ott, vagy ott, mindig valahol, volt olyan rendezvény valami. Után is volt. Igen, tehát ez minden kis helyet kihasználtunk, és nem panaszkodni akarunk, mert hát nyilván hát játszunk, hát minek kell ahhoz szünet? Minek kell arra szünet, hogy játszol, érted? Jó kérdés, viszont ez is egy olyan dolog, amiben az ember egy kicsikét bele tud fásulni, tehát hogy minden nap ugyanaz, és amikor azért a családdal el akar menni az ember egy kicsit kikapcsolódni barátnővel, baráttal, akkor azért jó az, hogyha ott van egy hétvége. Na már most, meg tudnánk csinálni azt, hogy heti 5 nap, 2, és akkor hétvégén nem streamelünk. Hétvége az hétvége, mint mindenki másnak. Viszont, itt jön képbe egy dolog, ami nagyon fontos nálunk. Mi streamerek vagyunk, egyrészt, főként, mondhatjuk azt, hogy főként. Most már. Igen, így a mi időbeosztásunk az úgy alakul, hogy amikor ti dolgoztok, persulisztok, akkor mi pihenhetünk. Viszont amikor ti nem dolgoztok és nem sulisztok, akkor kell nekünk dolgozni. Tehát ez egy ilyen csavar az egészben. Igen. Amikor ti dolgoztok, mi nem. Amikor ti nem dolgoztok, mi igen. Mert ugye ti akkor tudtok kikapcsolni a videóink, a streamjénk által, akkor tudtok ráérni, streamet nézni, akkor tudtok chillezni rajta, amikor épp nem dolgoztok. Igen. Általában. És ugye ez egy olyan dolgot vonz maga után, hogy amikor családdal mondjuk, mit tudom én, vagy bárkivel, baráttal meg akartam azt beszélni, hogy na menjünk már el moziban, neked mikor jó? Hétvégén, amikor nem dolgozok. Neked mikor jó? Hát hétköznap, amikor te dolgozol. És akkor itt így annyiban maradt az egész, tehát nekem akkor jó, amikor ő dolgozik, neki akkor jó, amikor ő nem dolgozik, tehát mindentől ez el van vágva az egész, nem megyünk moziba. És megrohadunk mind a ketten. Tehát, és ez így folyamatosan előjött, nálam is, meg Kodinál is, hogy folyamatosan előjött, hogy egyszerűen nem tudtunk nagyon kiszakadni, mert így nagyon folyamatosan nyomtuk. És igaz, néha azért kivettünk napokat, de akkor meg ilyen full random volt. És ezért akarunk bele mindenféleképpen egy rendszert, hogy kedd, szerda, vasárnap fix, ha csak nem megváltó, gyulladt ki az óradoboz vagy valami. Azon kívül pedig van hétfő, csütörtök, péntek, szombaton, ami free. Ezt úgy értem, ezt a free-t, hogy mivel minden embernek 2 szabadnapja van egy héten, mi nem azt mondjuk, hogy szombat, vasárnap veszük ki a szabadnapot, hanem mi kivesszük, amikor akarjuk, viszont nem kedden, vagy szerdán, vagy vasárnap, hanem a 4 free napból 2-t. És mivel mi ketten vagyunk, és 4 napunk maradt fönt, így a matek zsenik már kiszámolhatták azt, hogyha Kodi kivesz 2-t, és én is kiveszek 2-t, és figyelünk arra, hogy én olyan napot vegyek ki, amikor Kodi nem vesz ki, mondjuk Kodi van, én vagyok, értitek? Akkor minden nap lesz tartalom a hétem, ezeken a szabad napokon is, viszont mind a kettőnknek meg lesz a szabia. Mind a kettőnknek lesz a héten opcionálisan 2 pihenő napja. Ezért ketten vagyunk. Ja, ez most egész is így jó kijött. És nagyon fontos viszont az is, hogy tehát free.
Ha akarjuk, kivesszük, ha akarjuk, nem veszük ki. Lehet, hogy én egy nap nem akar, egy héten nem akarok még kivenni egyet sem, mert nincsen életem. És minden nap nyomom a streamet, mint az állat. Akár közös stream, akár egyedüli stream. Lehet, hogy csak egyet veszek majd ki, lehet, hogy én kiveszem mind a kettőt, Kodi meg egyet se. Stb. Értitek, hogy miről beszélek? Tehát ez full free, full olyan, hogy igazából legrosszabb esetben is kettőt veszünk ki. Kivéve, hogyha esetleg itt is bejön valami rendezvény, vagy valami, de nagyjából ez a terv. Viszont itt van egy olyan probléma, hogy Kodi még suliba jár. Hétfő csütörtök, és így Kodinek a hétfő csütörtök, akkor ő már alapból nincs. Igen, tehát az már lényegében a pihenő. A szabad napot kiveszi arra, hogy suliba menjen. Igen. És ez nem teljesen fair. Be nekem nem fáj, de nem teljesen fair. Nem teljesen fair. Így még ezt a rendszert nem igazán tudjuk 100%-osan működtetni, mert azért Kodi is nyilván mondjuk, hogy tudom, az zombaton akar menni valahova, akkor elfog, és akkor így lényegében három szünet napja lesz, de közben abból kettőt letanult, szóval értitek. De mondjuk ez nem sokáig lesz, így ez júni végéig, valahogy így. Ja, akkor amikor elérkezik a júni vége, sőt, akkor... júni közepe, valahogy így júniusba. Tehát ha elérkezik az a nap, akkor beáll onnantól kezdve egy olyan rendszer, amit így esetelek, és akkor valószínűleg majd ezek a dupla streamek, ezek kedszerdáról átmennek kedd, csütörtök, vasárnapra, hogy nagyobb legyen szórás. És akkor így fog ez lényegében működni. Reméljük, hogy jól. Nyilván lehet, hogy lesz olyan, hogy én is a szombatot akarom kivenni meg Kodi is, és akkor mondjuk szombaton nem lesz, viszont akkor meg értitek. Próbáljunk a lehető legjobban titeket tartalommal ellátni. Meg hogy legyen minden nap. Igen, viszont magunkra is gondolva, hogy egy kicsikét legyen az, hogy mert néha azért ránk jön az, hogy egy nap, hogy ma rohadtul nincs kedvem csinálni semmit. Meg se szólalni semmi, levenni filmet nézni, vagy mit tudom én. Kocsikázni bármi, tehát hogy kell azért az a kikapcsolódás. Akármi is a munkád. Akármi is. Fontos, hogy egy hétfő, csütörtök, péntek, szombaton, amikor ezek a free napok vannak, akkor általában 99%-ban külön fogunk streamelni. Lehet, hogy majd összeülünk egy közös PUBG-ra, vagy mit tudom én, mert éppen olyan kedvünk van, de biztos, hogy nem fogunk összeállni, farmingozni, vagy ARK-ázni, mert ezekre megvan a fix nap, ugye a kedszerre vasárnap. Tehát akkor fixen ketten videózunk. Ketten streamelünk, amúgy pedig általában egyedül. És nagyon fontos, hogy kedd, szerda, vasárnap, ugye akkor 4-kor kezdünk, és free-be akár 6-ig, 7-ig, 8-ig, éjfélig, ameddig jól érezzük magunkat. Ameddig jól érezzük magunkat, addig streamelünk közösen. Viszont azon kívül még nekünk arra napra van egy olyan feladatunk, hogy YouTube-ra a videótartalmat felvegyük, rögzítjük. Jó. Így, mivel 3 napunk van rá, így a heti 3 YouTube videó egészen reálisan hangzik, és eléggé reálisnak is tűnik. Ne kövezzetek meg minket, hogyha ez még az elején nem fog így működni, viszont ezen vagyunk rajta. Megpróbálunk. A heti 3 YouTube videó, az szerintem egészen jó mennyiség. Nyilván nem a régi napi 2, viszont az beteg. Az nem tudom, mit éreztünk. Az beteg. Nagyon, és így kedd, szerda, vasárnap előfordulhat az, sőt, nem előfordulhat, hanem úgy van, hanem hogy közös stream, meg videófelvétel, ez időigényes, esetleg aznap még vágunk is, így aznap egyedüli stream nem igazán várható Twitch-re. Ja. Nem igazán várható Twitch-re, viszont... Maximum előbb végzünk, te meg még akarsz valamit. Viszont, akkor... hogyha én azt mondom, hogy én rohadtul benne vagyok, és akkor utána még akarok én Need for Speed-ezni, akkor jövök. Hogyha Kodi előtte, mit tudom én, fel kell hajnali 10-kor, akkor kijön erre testezni, vagy valami. Tehát értitek? Igen. Tehát, hogyha éppen úgy érezzük, akkor lesz. Viszont az nap, ami fix, az, hogy dupla stream és videórögzítés számunkra. Azon kívül nem vállalunk felelősséget azért, hogy jövünk egyedül is, mert akkor is már egyre jobban zsúfolódik a nap, és mindennel csak sietni kell. Ez így egészen jó. Szerintem, tehát nem maradtok tartalom nélkül szinte egy nap se. Sőt, akár YouTube, akár Twitch-e felület, mi sem hajszoljuk magunkat halálra, és tará, szóval ez így egészen jó az elmélet. Ja. Valószínűleg a megvalósítás az pontosan olyan szar lesz, mint általában szar szokott lenni. Viszont mi nagyon igyekszünk hogy ez működjön. Bármilyen kérdésetek van lent a kommentben, ezt feltehetitek, kérdezhetek felénk, és mindenféleképpen válaszolunk rá. Aki inkább YouTube-on aktív, annak érkezik heti nagyjából 3 videó ide a csatornánkra, ami általában gameplay videó lesz, de nyilván lesznek majd mások is, és a KD Twitch archívumra is megéri feliratkozni, hiszen ott visszanézhetők a streamek, amiket lenyomunk.
Twitchen. Aki Twitches arc, azt minden nap várjuk Twitchen, egy jó kis chat közösségben, egy hetes follower chattel. Most már csak egy hét. Most már csak egy hetes follower chattel, ott be lehet integrálódni a kis közösségbe, lehet velünk jókat kommunikálni, és változatosabb játékokat napról napra látni streamekben, ott is vissza lehet nézni a streameket, viszont sokkal jobb minőségben tettitek meg ti is a KD Twitch archívumon a YouTube-on, de kinek melyik felület tetszik jobban. És nagyon fontos, hogy a Twitcheseknek is néha-néha megéri felnézni a YouTube csatornánkra, hiszen hátha az a kis 20 perces gameplay őt érdekli. Ja. Ez a rendszer. Reméljük tetszik nektek. Megpróbáljuk tartani. Reméljük tetszik nektek. Még az elején lehet, hogy nehéz lesz, de majd belerászkodunk. Pontosan. Minden kezdet nehéz. Pontosan. Tényleg írjátok le a véleményeket komment részlegbe, reméljük, hogy tetszik nektek a dolog. Próbáltunk mindenkinek a kedvére tenni, és szerintem nagyjából sikerült is. Aztán meg vagy az idő eldönti, hogy milyen döntést is hoztunk. Így van. Szóval köszönjük szépen mindenkinek, aki támogat minket ebben a nehezebb váltásban, ebben a nehezebb időszakban. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és köszönjük, hogyha adtok esélyt a Twitchnek, és köszönjük, hogyha adtok esélyt nekünk is, hogy ott is bebizonyítsuk, hogy az jó. Az jó, és ott is egy teljesen más dolog működik. Ja, köszönjük szépen mindent. Sziasztok! Sziasztok!